Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Hajnalban kezdték a takarítást. Nem okozott jelentősebb fennakadást a csütörtökön lehullott hó Gyulán. Felkészültek a kerítésépítésre. Esély van arra, hogy a migrációs útvonal Románia felé tolódik. Bejutott a fináléba. Veres Viola agility edző egy országos román tehetségkutatóban szerepel. Kicserélték az azonosítót. Közokirat hamisítás miatt indított büntető eljárást a rendőrség két férfi ellen. Szereti a kertet rendezgetni. A munka a hosszú élet titka a 90 éves Maris Lászlóné szerint. Akácfát akart eltulajdonítani. Engedély nélküli fakivágás miatt intézkedtek a rendőrök Gyula területén. Nem okozott jelentősebb fennakadást az eddig csütörtökön lehullott hó Gyula területén. A közüzemi Kft. Munkatársai folyamatosan sózzák az utakat, és kézi erővel is takarítják a járdákat, sétányokat. Az előrejelzés szerint holnap már nem kell havazásra számítani. Ez a nap híre. Városszerte takarították csütörtökön a járdát a lakosok kihulapáttal kiseprűvel. Már éjszaka megindult a havazás, amely reggel 7 után vált intenzívebbé. Természetesen ez hozzátartozik a télhez, még akkor is, ha ad némi plusz munkát az embereknek. Egy kellemes dolog, mert régen volt már ilyen időjárás, ez nagyon tetszik nekem. Itt a levegőtől kezdve minden nagyszerű. Hát egy kis munkát is adhat, azt természetesen meg kell mozgatni az izmokat. Nem lehet a fotelbe ülni, a tévét nézni, kell egy kis hólapátolás. A gyulai közüzemi Kft.-hez hajnalban érkezett a jelzés a havazás elindulásáról, ezt követően azonnal megkezdték a munkatársak az első és másodrendű utak sózását, a frekventáltabb területeket kiemelve. Délelőtt már a negyedik só rakomány kiszórását végezte a cég, amikor is már a negyedrendű utak tisztítása is megkezdődött. Igyekszünk minden utcába bejutni, de ahol a keskenyebb, kisebb lakóövezeti utaknál, ahol kint parkolnak az utcán, ott biztos, hogy nem fogunk tudni végig menni, mert eléggé széles a teherautónk. Reggel egy kicsit meglepődtünk, mert ahogy említettem, tehát 3:30-kor elkezdtük a szórást, de olyan 7:00-8:00 magasságában intenzívebbé vált a havazás, és ahogy figyeltük az utakat, akkor vissza kellett menni az elsőrendű utakra, újra kellett szórni, mert kezdtek megint kifehéredni. Reggel 6-kor a sószóró mellé becsatlakozott a kézi erő is, akkor a kerékpárutakat, buszmegállókat, járdákat, sétányokat tisztították. A só továbbra is rendelkezésre áll, és ha szükséges, további mennyiséget is után tudnak rendelni. Rendeltünk 100 tonna sót, az 4 kamion, a 4 nagy nyerges kamion sót jelent. Ez meg is érkezett múlt héten, szépen össze van rakva kint a telepünkön, be van deponálva és le van fóliázva. De természetesen, hogyha szükség lesz rá, akkor belenyúlunk, és az új beszerzési sót is elkezdjük szórni, és ha úgy látjuk, hogy szükséges, akkor további készleteket tudunk betárolni, tehát tudunk rendelni. Az előrejelzések szerint az elkövetkezendő 1-2 napban nem kell számítani jelentős havazásra, de a cég munkatársai 24 órás ügyeletben vannak, így azonnal bevethetőek. Szigorításokat vezetnek be a nyugat-balkáni országok, így esély van arra, hogy a migrációs útvonal kelet, vagyis Románia felé tolódik. A kormányzat felkészült arra, hogy szükség esetén a magyar-román határon is kerítés épüljön. Átlagos forgalmat bonyolított a gyulai határátkelő csütörtökön. Percenként 1-2 jármű haladt el csupán valamelyik irányba. Változhat a helyzet, ha a nyugat-balkáni országok valóban szigorítanak, és a migrációs útvonal keletebbre tevődik. Az elmúlt napok nyilatkozatai és a szerb kormányzat intézkedései miatt nem kizárt, hogy megjelennek a migránsok a magyar-román határon. Úgy tűnik, a térségben egyre inkább számolni kell ezzel a lehetőséggel, már csak azért is, mert ha Szerbiából Horvátország helyett Románia felé indulnak el a bevándorlók, akkor ők nagy eséllyel a magyar határt szeretnék majd átlépni. Erre utalt nemrég Szijjártó Péter, a külügyi tárca vezetője is,
aki azt mondta, szükség esetén a magyar-román határon is megépítik a kerítést. A városvezetést ezzel kapcsolatban hivatalosan még nem keresték meg, természetesen mi is ugye a híradásokból értesülünk, de valóban azzal, hogy tegnap a macedon-görög határt lezárták, megnőtt annak a veszélye, hogy a román-magyar határszakaszra fog terhelődni a migránsoknak az áradata. Természetesen a hatóság megfelelően fel lesz készülve erre is, és természetesen Gyula város önkormányzata, amiben tud ebben segíteni, ha mégis fel kell építeni a kerítést, akkor természetesen maximálisan fogunk segítségükre állni. Kónya István elmondta, már korábban egyeztettek az ügyben, hogy az esetleges kerítést megépítő katonákat hol lehetne elszállásolni. Így elvileg ilyen szempontból minden adott ahhoz, hogy ha szükség lesz rá, gyorsan megépüljön a határzár. Egészen a döntőig jutott egy romániai országos tehetségkutató versenyen a gyulai Veres Viola. Az Agility egyző versenyző és kutyái az erre az alkalomra készített koreográfiával a közönséget és a zsűrit is lenyűgözte. Az Országos Román Televízió is élőben közvetítette Veres Viola produkcióját egy tehetségkutató műsorban. A fiatal Agility edző és versenyző kolozsvári barátai felhívására jelentkezett a versenyre, amelyben egészen a döntőig jutott. Ez a sport Romániában még nincs úgy elterjedve, mint itthon, ezért különösen nagy érdeklődéssel fogadták, hiszen sok újdonságot láthatott a zsűri és a közönség. A felkészülésre nagyon rövid idő állt rendelkezésre, de több show elemet is beépítve sikerült a feladatot megfelelően végrehajtani. Nagy kihívás jelentett, hogy ugye műsorra hogyan tudunk többet mutatni az egétvel, mert hát mégiscsak standard akadályokról van szó, és kutyákról, amik teljesítik azokat. Ezért megpróbáltunk történetet körészülni, megpróbáltuk megmutatni az, hogy több szempontból miért is jó az agility, az, hogy kiknek ajánljuk, milyen kutyával lehet, és megpróbáltuk színessé tenni különböző videókkal, zenékkel, és variáltuk az akadályokat természetesen, hogy ne ugyanazt mutassuk. Már az első produkciókat nagyon jól fogadta a zsűri és a közönség egyaránt, amit aztán adásonként sikerült fokozni új elemek és eszközök beépítésével. Ugye csinálnak agilityt Romániában, de nem ilyen magas szinten, tehát az, hogy mi használtunk szlalomot, az, hogy mi használtunk nagyobb akadályokat, az mind újdonság volt, mert az sokkal elterjedtebb, hogy a sima akadályokon ugráltatják a kutyákat, de az, hogy komolyan, és az, hogy látszott tényleg a kutyák profizmusa, azért ez nagyon ritka az országban, és le voltak nyűgözve attól, hogy például adott szituációkban több kutya dolgozott egyszerre a színpadon, és hogy teljes nyugalomban, teljes összhangban tudtunk úgy dolgozni a színpadon, hogy nem, nyilván nem támadták meg egymást, és teljesen kiegyensúlyozott volt mindenki. Veres Viola jelenleg egyetemi tanulmányait végzi, és emellett hódol szenvedélyének. Tavasszal a szeptemberben megrendezendő világbajnokság előselejtezőjét tartják, melyre hamarosan megkezdi a felkészülést, bízva a jó eredmény elérésében. Közokirat hamisítás megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a rendőrség két férfi ellen Gyulán. Egyikük meghamisította személygépkocsi a forgalmi engedélyét, társa pedig úgy, hogy erről tudott, vezette az autót. A rendőrök január 19-én 11 óra körüli időben Gyulán a Sarkadi úton ellenőriztek egy személygépkocsit. Az intézkedés során észrevették, hogy a jármű forgalmi engedélyében a műszaki érvényességi idő rovatnál az azonosító címkét kicserélték, a műszaki érvényességi idő dátumát meghamisították. A kocsiban utazó P. István előállítását követően elismerte, hogy egy másik forgalmi engedélyből vágta ki a címkét, amit azért ragasztott be a nemrégiben megvásárolt autójához tartozó iratba, mert annak a műszaki érvényességi ideje tavaly lejárt. A rendőri intézkedés idején a járművet ezt István vezette, aki tudott arról, hogy ismerőse az engedélyt meghamisította. A nyomozók még vizsgálják, hogy az a forgalmi engedély, amelyből P. István kivágta a műszaki érvényességi időt jelző címkét, hogyan került hozzá. A munka a hosszú élet titka a 90 éves Maris Lászlóné szerint. Az ünnepelt ugyan a havat már nem tudja egyedül eltakarítani, de jó időben szívesen rendezget a kertben. A Jóisten éltesse még sokáig. Fogadja szeretettel Gyulaváros önkormányzata szerény kis meglepetését, egyben miniszterelnök úr üdvözlő
oktávelét és üdvözlős. Igen. Ad Norbert alpolgármester virággal. Igen. És nagyon sok egészséget kívánok még. Becsiné Szabó Márta címzetes főjegyző miniszterelnöki üdvözlettel. A Rózsika néni fogadja nagyon sok szeretettel ezt a nagyon finom csokoládé tortát. A jó Isten éltesse sokáig erőben, egészségben még közöttünk. Kunya István alpolgármester pedig tortával köszöntötte a 90 éves Maris Lászlónét. Rózsika néni 1926-ban látta meg a napvilágot Vésztőn. 1949-ben ment férjhez, akkor Sarkadkeresztúra költözött és óvodai dajkaként dolgozott. 1982-ben már nyugdíjasként Gyulára költöztek lányuk közelébe. Rózsika néni hétköznapjait két lánya, öt unokája és három dédunokája aranyozza be. Véleménye szerint a hosszú élet titka a munka. Szorgalom mindig volt, amit örököltünk is jó anyámtól. 97 éves volt. Igen. Igen. Az a fajta, az ág, anyai ág. Mind túlélt a 80-at. Rózsika néni kedvenc időtöltése az olvasás, szereti a Petőfi Sándor verseket. Fel kell kelni, ha akárhogy, hogy is, ha nehezen is. Sokszor én is eltaküdnék 10 óráig is. De aztán csak ki kell kelni, ugye, mozogni, kóvájguk jobbra-balra, egy kis gyógyszer, egy kis ez, egy kis az, és így élek meg. Az idős hölgy a mai napig imádja a kertjét gondozni, de itt a havas téli hónapokban a család fiatalabb tagjai segítenek neki mindenben. Engedély nélküli fakivágás miatt intézkedtek a rendőrök Gyulakül területén. A gyulai rendőrök január 19-én 18 óra körüli időben a város külterületén értek tetten egy férfit, aki motoros láncfűrésszel két akácfát vágott ki egy magántulajdonban lévő erdőből. Az 56 éves íjé a fákat körülbelül egy méteres darabokra vágta fel, és autójával haza akarta szállítani, de erre a rendőri intézkedés miatt nem kerülhetett sor. A rendőrkapitányság a két egyházi férfi ellen lopás megalapozott gyanúja miatt indított büntető eljárást. Két új, egyenként 5 millió forintos szivattyúval erősítette meg a belvízi védekezéshez szükséges eszközparkját Gyula. Rövid hírek következnek. Ömlik az eső ezeken a felvételeken a Harrukkern térre. 2014. július 9-én egy óra alatt nem kevesebb, mint 70 mm, vagyis közel másfél havi mennyiségnek megfelelő csapadék hullott Gyulára. A város több pontján komoly belvíz keletkezett, az elvezető csatornák nem bírták ezt a hatalmas vizet. Több helyen a pincékből, mélyebben fekvő épületekből szivattyúval kellett a vizet eltávolítani. Ezeken a szerda délutáni felvételeken az új nagy teljesítményű mobil szivattyút üzemelik be a közüzemi Kft. Munkatársai. A két gépet pont az imént látott helyzetek gyors kezelése érdekében vette meg a cég és a helyi önkormányzat. Hogy minden olyan havári helyzetet át tudjunk hidalni, át tudjunk lépni, amely rövid ideig tart, de akkor viszont nagyon nagy beavatkozás és nagy intenzitású beavatkozás szükséges. Ahogy az tavaly augusztus 20 és 22-e között is kiderült, hiába működnek megfelelően, dugulás nélkül a csatornák, ha nagy mennyiségű, akkor két nap alatt mintegy 130 mm-nyi csapadék hullik rövid idő alatt. Gyulán kritikus helyzetek alakulhatnak ki bizonyos városrészeken, mások mellett Krinolinkertben, Galbácskertben és a paradicsomi lakótelepen. Belvíz csapadékvíz elvezetés területén a havária helyzetek kezelésére szolgál. A szivattyúk beszerzését indokolta, hogy szinte minden évben előállt olyan helyzet, amikor a minél gyorsabb rendezés érdekében szükség lett volna ilyen gépekre. A sajtótájékoztatón bemutatták azt a járművet is, melyet közel 5,1 millió forintért vásároltak az útellenőri szolgálat számára. Január 6-ával lezárultak a civil szervezetek számára kiírt szakmai pályázatok, a működési forrásokra pedig 19-ig lehetett pályázni. Az öt kollégium összesen 1,6 milliárd forintot oszthat szét, egyenként 320 millió forintos összegben. A pályázati szám természetesen kollégiumonként eltérő, ezért a források is arányosan lesznek biztosítva. A döntéshozóknak február 28-áig kell elbírálni a beérkezett dokumentumokat. A közösségi környezetért kollégiumhoz több mint 2100, a mobilitás és alkalmazkodáshoz közel 2500, a nemzeti összetartozáshoz 840, a társadalom felelősséghez közel 1300, az új nemzedék kollégiumba pedig a tavainál kevesebb pályázat érkezett.
Március végén jár le Hercegné Szabó Marianna 4 éves kollégiumi tagsága, melybe egyhangú összefogással delegálták. Úgy érzi, az elmúlt évek során sikerült elérni az érdekérvényesítéssel, hogy minél több gyulai pályázat legyen sikeres. Ha bizalmat kap, szeretné ezt a munkát folytatni, mert így látja biztosítva az eredményes munkát. Ha február végéig megtörténik a pályázatok elbírálása, tavasszal már megkezdődhet a források kifizetése. Samu Ernő muzsikájával hangolódtak a megjelentek a Memória Café legutóbbi hétfői előadására, mely ezúttal a demencia és a mozgás kérdés körét járta körül. Akik beiktatják, illetve a testmozgást, azoknál megfigyelhető, hogy a fizikai aktivitás 40%-a csökkenti a szív- és érrendbeli megbetegedések kialakulásának az esélyét. A mozgás az élet szinte minden területére jótékony hatással van, és nincs ez másként a demens, vagyis a szellemi képességek kóros hanyatlását mutató emberek esetében sem. A tavaly szeptemberben induló programsorozattal elsősorban az időskori betegségekben szenvedőket ápolók, gondozók számára szeretnének tanácsokat, információkat adni. A tervek szerint a programsorozat a jövő hónapban új előadással folytatódik. Páli Margit több mint 10 éve készült gyulai képeiből nyílt kiállítás a Művelődési Ház aulájában. Annak idején ugyanezeket már megmutatták a nagy közönségnek, de már a sok épület már nincs meg vagy átalakult, így más szemmel is lehet nézni az alkotásokat. A közel 30 kép Gyula fontosabb nevezetességeit, épületeit mutatja be, de vannak tér és utcaképek is. Az alkotó realista festőnek tartja magát, amikor dolgozik, nagyon bele tud feledkezni a munkába, amit akár éjjel is elkezd, ha akkor jön az ihlet. Páli Margit kiállítása február 12-ig látható a Művelődési Ház aulájában. Az ilyenkor lehullott havat érdemes minél hamarabb eltakarítani az ingatlanok elől a balesetek megelőzése érdekében. Ma annak jártunk utána, ki hogyan védekezik a hó ellen. Gyönyörűek a havas utcák, ám a havas járda nagyon balesetveszélyes. Ön ezt hogy oldja meg? Hát hál' Istennek nem volt túl sok hó. Hát, hogy ezután, ha lesz, akkor az ember lapáttól. De nagyon egészséges, friss levegő, friss idő, eredményes munka, siker. Csak jót tudok mindenkinek kívánni ezzel kapcsolatosan. Sózás, ilyesmi? Sózás? Nem szerencsés. Inkább homokszórás. Homok. Igen, hát az muszáj. És mivel, milyen módon, hogyan? Hát lapáttal. Hólapáttal. De nem sóznak, vagy szó? Nem. Szó sem lehet, azt nem. Inkább seprő, meg észnap. Lapát és seprő. Igyekszem ezt a sózást ez mellé, tehát hanyagolni. Miért? Hát mert nem tesz jót a növényzetnek, és akkor inkább marad a lapát. Esetleg, hogyha nagyon jeges, akkor egy kis homok, vagy pedig fűrészpor. Orosházi tűzoltók lettek az ország legjobbjai. Lapszemle következik. Orosházi tűzoltók az ország legjobbjai. Az ország 105 hivatásos tűzoltósága közül emelték ki és ismerték el a legjobbnak az orosházi tűzoltókat, írta az Orosz Café. Mától Serlek hirdeti, biztonságban vagyunk, hiszen a mi tűzoltóink a szakmai versenyen és a való életben is kiválóan helytállnak. Ezt szakmai körökben is elismerik. 600 daru telel a kígyósi pusztán. Mintegy 600 daru tartózkodik december vége óta a Körösmaros Nemzeti Park Kígyósi puszta területi egységén. A Nemzeti Park weboldala azt írta, hogy a darvak számára nagyon fontos a nagy kiterjedésű sekély és nyílt vízfelület, ahol inni és éjszakázni tudnak. Az tehát, hogy meddig maradnak elsősorban az időjárástól függ. Etessük és itassuk a madarakat. A lehetőségekhez képest kevés madáreleségnek való fogy a boltokból, írta a Gyulai Hírlap. A madarainkon ne spóroljunk, igen sok hasznot hajtanak a kertekben. Fellépnek a családokért. A nagyváradi katolikusok is részt vesznek a családok védelméért szervezett tüntetésen, írta a Magyar Kurír. A katolikus egyház tanítása szerint a politikai közösség kötelessége, hogy tisztelje és támogassa a családot, és biztosítsa számára a családalapítás, a gyermekek vállalásának és a saját erkölcsi és vallási meggyőződésnek megfelelő nevelés szabadságát.
Péntekre nagyrészt derült idő várható. Hószálingózás mégsem kizárt, ráadásul egész nap fagy lesz. A hétvégén is hideg időre kell készülni, jövő hét elején enyhülés érkezik. Péntekre nagyrészt derült idő várható. A hószálingózás ennek ellenére nem kizárt. Gyenge északi irányú szél fúj. Egész nap fagyos, hideg idő lesz. A hőmérséklet az éjszakai mínusz 4 fokról csak mínusz 3 fokig emelkedik. A folytatásban szombaton is csípős hidegre számíthatunk. A hőmérséklet mínusz 5 és mínusz 2 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Hajnalban kezdték a takarítást. Nem okozott jelentősebb fennakadást a csütörtökön lehullott hógyulán. Felkészültek a kerítés építésre. Esély van arra, hogy a migrációs útvonal Románia felé tolódik. Bejutott a fináléba. Veres Viola agility edző egy országos román tehetségkutatóban szerepel. Kicserélték az azonosítót. Közokirat hamisítás miatt indított büntető eljárást a rendőrség két férfi ellen. Szereti a kertet rendezgetni. A munka a hosszú élet titka a 90 éves Maris Lászlóné szerint. Akácfát akart eltulajdonítani. Engedély nélküli fakivágás miatt intézkedtek a rendőrök Gyula területén. A Gyula TV híradóját látták, most a sorsforduló következik. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!